A karácsony előtti pár napos időszak talán legizgalmasabb híre volt a magyar művészettörténészek és művészetkedvelők számára az, hogy Csontvári Koszka Tivadar 1903-ban, vagy legalábbis az 1900-as évek első éveiben festett Titokzatos Sziget című festménye óriási összegért, majd fél milliárd forintért, 460 millió forintért kelt el a Virág Galéria Aukcióján. Erről a festményről nem írtak túlzottan sokat, nem, születnek, nem, születtek nagyon komplex és nagyon részletes elemzések. Én sem vállalkozom ebben a videómban arra, hogy, hogy ezt megtegyem, azonban azt gondolom, hogy néhány érdekes, izgalmas összefüggés gondolatot el tudok önöknek mondani, hogy egy kicsit közelebb kerüljön hozzánk ez a festmény. Mindjárt ugye a címéből, ha kiindulunk, ezt a címet maga Csontvári adta a képének. Ez a, ez a, cím egyértelműen ellenáll az úgynevezett megfejtő olvasatnak, hiszen pontosan arról szól maga a cím, hogy ez a, ez a, sziget egy titokzatos sziget, tehát valószínűleg sohasem fogunk rájönni a, a, a festmény titkára, a festmény igazi, igazi hát talán valami abszolút jelentésére, hogyha volna egyáltalán ilyen, mert szerintem nincsen, hanem, hanem, az ember elidőz tulajdonképpen a festményt látva, és a festményt látva születnek meg bennünk gondolatok és, és, mindenféle egyéb érzések. Ami nagyon fontos még, hogy a titokzatos természetesen utalhat arra is, hogy az ember valami fajta, valami fajta beavatásban, ha tetszik, meglátja ennek a festménynek a, a valódiságát, a valódi mondandóját, a valódi tartalmát. Ez is egy lehetséges olvasata a dolognak, sőt akár az is egy lehetséges olvasata, és ez számomra a legközelebb, vagy hozzám a legközelebb áll, hogy tulajdonképpen ez egy picit a, a legtöbb beavatásban nagyon sok ilyen régen már meghalt kultusz felélesztésében látszódó lehetetlenséget, értelmetlenséget, egy kicsit olyan, olyan bizarr anakronizmust is jelöl. De mit is ábrázol a kép, mert hogy, mert hogy a láthatósági felületről mindig sokkal könnyebb beszélni, és aztán valahol tulajdonképpen mindig a befogadóra van bízva az, hogy ebből a láthatósági felületből mit tud kihozni. Elég nyilvánvalóan látszik, hogy a festmény nagyjából egy középvonal mentén két részre osztható. Ez egyébként Csontvárinál gyakran előfordul Fordul, és az egyik fele a képnek a sötét, a másik fele a világos világot ábrázolja. A a sötét világ mögött rendkívül sötét viharfelhők vannak, a világos világ mögött pedig ilyen kiderülő tisztuló ég, vagy éppen ugye a másik fele borul be, mert ugye ha azt mondom, hogy kiderül az ég, azzal már egy kicsit irányítom az értelmezést. Ami még nyilvánvaló, hogy a világos feléhez tartozik egy jól kivehető templomtorony, ami egy modernebb templomtorony, a sötétebbhez pedig ott a háttérben éppen csak, hogy felbukkan egy, egy másik, egy magasabb, Templomtorony egyébként, amelyik szinte beleveszik a fák világába. A szél az egyértelműen a, a világos felé fúj, és azt lehet mondani, hogy ezáltal az ember szeme tulajdonképpen a világos felé, világos felé terelődik, hiszen azok a fák, amelyek ugye ha az épület mögött vannak, azok egyértelműen jobb kéz felé hajlanak, tehát egyértelműen, ugye ha szembe állunk a festménnyel, akkor jobb kéz felé hajlanak, tehát a szél egyértelműen a világos felé fúj, a sötétség felől, ezt határozottan lehet mondani, és az emberek is, a szereplők is tulajdonképpen, inkább így mondanám, a festmény szereplői is többnyire a világos oldal felé világos oldal felé tekintenek, kivétel három lovas, akik mint egy sajátos mozivásznon vannak ugye az épület falán megjelenítve, de ha nagyon-nagyon alaposan nézzük, akkor tulajdonképpen akár részei is lehetnek annak a tájnak, ami, ami ugye a szigetnek a világa, azonban fura módon ugye mégis a, 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 az ő általuk megjelenített négyzet tetején áll ugye két alak, tehát ez már eleve egy sajátos rejtést titokzatos jelleget ad magának a festménynek, ami egyáltalán nem teszi könnyűvé, primérvé az értelmezhetőségét. De sokkal inkább a Roland Bárti értelemben, hogy egy francia posztmodern gondolkodót hívjak segítségül, sokkal inkább egy szövegszerű festmény, mint egy műszerű festmény. Ugye a műszerű festmény az, amit, rá, amit megnézünk, elraktározunk, azt mondjuk, hogy igen, ez erről szól, egy hagyományos csendélet mondjuk. Egy szövegszerű festmény viszont kihív, és újra és újra, újra és újra a gondolkodásra kész. Tehát, na hát ilyen ez a titokzatos sziget, azt gondolom lehet ilyen mindannyiunk számára. No, de visszatérve a láthatósági felszíre, ugye a világos részen van egy vitorlás, ami esetleg azt is jelentheti, hogy a, a festmény főszereplőjét ugye ez a vitorlás hozta ki a szigetre, de ugyanúgy egy a szigetről menekülő ember e, jelenhet meg előttünk, őt is fújja a szél, és az ő vitorlája is ugye éppen lefele megy, tehát abban sem lehetünk biztos, hogy par fog érni, azonban inkább az látszik ebben a vitorla mozgásban, hogy ez a vitorlás már megy el a szigettől, mint az, hogy közeledne a sziget felé, de ez is egy két értelmezési lehetőséget ad, tehát semmiképpen sem zárnám le a sziget felé közeledés értelmezését sem. Ami viszont nyilvánvaló, és ami viszont világosan látszik, az az, hogy a, az, hogy a, a hullámok, azok sokkal erősebben csapdossák ugye a, a sötét oldalt, a világos Oldalon ott már el vannak enyhülve a hullámok, és ez az, az egész sziget olyan egy picit, mint egy ilyen nagy hajó, amelyik szintén, hogyha megnézzük ugye az órát, akkor olyan, mintha ez is a világos rész felé haladna. Tehát kifejezetten ez a kép a sötétből a világos felé tart, ez is ebben az értelemben egyfajta sajátos napútfesmény. De mit ábrázol a kép? Ugye ezt már több évtizede, ezt a képet párhuzamba hozta egy mezei Otto nevű művészettörténész az Apuleius Arany ami egy ismert uh, mű, egy ismert regény, ugye Csontvári, csontvári fiatalsága idején az értelmiség által ismert regény. Ez egy kisztus utáni második században született regény, amelynek főse Lucius ugye a saját hibájából szamárá változik, mert ugye ki akarja próbálni a. a a szolgáló lány segítségével, a szolgáló lány úrnőjének, aki egy varázsló nő, a különböző kencéit, és hát amíg, a, amíg, az úrnő ugye madárá változik, addig ő szamárá változik, és hosszú-hosszú szenvedés killódása tetszik, ugye anabázis után végül ugye, végül ugye megtalál egy ízisz misztériumot, amelynek során őt emberi avatják. Na most valóban itt ugye szamárfejű alakok figyelhetők meg a képen, ugye legalább az élőnek látszó alakok közül, tehát akik nem szobrok, azok közül az ötből tulajdonképpen négy, bár ha még alaposabban megnézzük, akkor az alul mint egy táncoló, asszony és mellett álló két férfinek, mintha már ember arca lenne, és tulajdonképpen csak jelmez lenne rajta, egyfajta sajátos fejdísz lenne rajta, ugye ez a szamár szamár azonban az egyértelműen látszik, hogy a, hogy a tetőn álló úriember, ö, nagyjából ugye ez inkább férfinek látszik, ez még szamárként jelenik meg előttünk. És ugye a főpap, vagy a főpap alak, akár angyalnak is mondhatjuk, akinek a fején van egy koszorú, hogy az apulér szarany szamárából tudjuk, hogy a, a rózsa rózsáit, amikor megette a szamár, akkor visszaváltozott emberré, tehát Luciusszá visszaváltozott a regény végén. Hát mintegy, ugye felemeli az ő kezét diadalmasan, tehát akár az átváltozás, a metamorfózis előtti pillanatot is megragadhatja ez a festmény ebben az ábrázolásban. Azonban én egyáltalán nem látom feltétlenül csak így értelmezhetőnek ezt a művet, hanem akár az is látható, hiszen ugye a, a fény felé tart az egész festmény, hogy tulajdonképpen éppen arról szól ez a festmény, hogy felejtsd el ezeket a felesleges és okkult és értel, értelmetlen, ma már semmiféle életenergiával nem rendelkező beavatási hagyományokat. Lám-lám, ugye a főpap fölemeli a szamárnak a kezét, és a szamár nem vált emberré, tehát bizony bizony az, az a, megoldásunk, hogy ezekből a furcsa szigetekből térjünk el a fény felé, menjünk a fény felé, és keressük meg a, 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 létnek azt a valóságát, azt a mindenkori teremtett valóságát, amit a valódi Isten tapasztalat jelenthet a számunkra, ezek helyett az okkult, és ezek helyett a furcsa, misztérium jellegű, már-már, még egyszer szeretném hangsúlyozni, erőteljesen kiapadt és erősen nem létező, nem létező hagyományokban. Ugye ez bizonyos értelemben egy mitráz beavatás, amin egyébként Apuleius Lucius a átment, és visszaváltozott ugye szamárból emberré, de hát ő is mivé változott? Ő is tulajdonképpen egy jobb emberré változott, nem többé, tehát ő nem lett az isteni titkok tudójává, vagy nem lett valami fajta mélyebb összefüggés megismerőjévé, az életnek egy-egy tapasztalatát ismerte meg mélyebben, hogy például milyen megalázottnak lenni, milyen uh, úgy létezni, hogy ő, rá tulajdonképpen a szószoros értelmében állatként tekintenek. Tehát ez a a festmény az én számomra leginkább, leginkább arról szól, hogy fordulj el ezektől a furcsa, misztikus, okkult szigetektől, és lépjél a fénybe. Erre a karácsony egyébként egy remek alkalom, hiszen ugye ez a videó karácsony második napján kerül felvételre de véletlenül sem szeretném korlátozni a titokzatos sziget értelmezését, hiszen pontosan az a fantasztikus benne, hogy a láthatóság felszínén túl tulajdonképpen az a nézőre van bízva a java része ennek a képnek, hogy hogyan értelmezi. Simán lehet ezt a képet úgy is értelmezni, hogy ez bizony egy, egy beavatás siker pillanata előtti, előtti pillanat, de úgy is lehet ezt az egészet értelmezni, és ezzel nem kell feltétlenül ezekre az az vonatkozásokra gondolni, hogy ez egy, ez egy álom, vagy egy tudatalatti megjelenítése, hiszen ne felejtsük el, hogy ekkoriban kezdi a szárnyait bontogatni még csak gondolati formában a szürrealizmus történeti irányzata, és természetesen Freud munkásságában ugye a tudatalattira fordított, fordított tekintet rendkívül jelentősen ott van. Tehát miközben én azt állítom, hogy ez a festmény a számomra elsősorban a, a vesd az okkultat és lépj a fény felé, ö, tematika keretében rendeződik el legjobban. Korán sem gondolom azt, hogy, hogy ez lehet az egyetlen értelmezése. És az én értelmezésemnek a, az egyik legnagyobb vakfoltja éppen a lovasoké, bár ezt is nyilván erőteljesen bele lehet szuszakolni a történetbe, hogy ez a lovagló, szaladó, rohanó élet, ami mindenféle gyors megoldásokat keres, ehelyett lassan fordulja fényfelé és teljesed ki ebben, de ezen a ponton az ember már érzi ennek egy kicsit a, a gyengességét, kicsit az erőltetettségét. Ami viszont tény, hogy nézzétek ezt a képet, érdemes gondolkodni róla, kíváncsi is vagyok, hogy kinek mit jelent még adott esetben ez a festmény, írjátok le, hogyha gondoljátok, értelmesnek gondoljátok, írjátok hozzá kommentbe, erre is nagyon kíváncsi vagyok. Hát, ha jó Isten megadná, hogy az embernek egyszerre 48 órája lenne, nem 24 órája, akkor akár még erről írnék is egy elemzést. No hát, nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és nézétek Csontvárit! Én nekem meggyőződésem mindenfajta ilyen, remélem, hogy mindenfajta sznobizmus nélkül, hogy ő a legnagyobb magyar festő, művészettörtörtér, és a legnagyobb, hiszen ugye a, a legtöbb stílus tulajdonképpen egyesül az ő munkájában, és mind mint rendkívüli módon eredeti, de az a fajta. E metafizikus vagy misztikus világlátás, ami őt, őt egyértelműen jellemzi, az a legnagyobbak, közé, a legnagyobbak közé emeli őt, akkor is, ha egyébként az ember, ha olvassa az életrajzokat, olvassa a saját maga életrajzát, amit ugye a saját maga életéről írt, hát akkor az ember nem pontosan tudja meghatározni, és nem is biztos, hogy kell, hogy patológiás értelemben, ugye egy valójában normális emberről, vagy egy zavar, kicsit zavarodott, vagy nagyon zavarodott, Elméről van szó. A művészet szempontjából ez teljesen irreleváns, teljesen érdektelen. A művészet szempontjából azok a csodák jelennek meg előttünk, amit a, a siratófaltól kezdve a, a magányos cédruson át, ez a különleges és titokzatos sziget is mutat a számunkra. Én nagyon remélem, hogy ezt a képet nagyon sokszor fogják majd még nézni a, a különböző kiállítások nézői. Nézik ezeket az elképesztő eleven, amikről ugye nem is beszéltem a, a sötét kékről, a, a sötét zöldről, ezek a hihetetlen, hihetetlen, furán és nagyon egyénien megfestett színekről, és nézik ezt a furcsa, fehér leples ruha, eh, ruhájú emberek által bemutatott kis eh, szijátékot, kis, kis eh, kis jelenetet, ami a, a rejtélyét mutatja ennek az egésznek. Nem old, feltétlenül oldottam fel a titokzatosságot, lesz, akinek ez tetszett az én főértelmezésem, lesz, aki azt mondja, hogy ezt nem így gondolja, de azt hiszem, hogy megadtam a lehetőséget az értelmezésben arra, hogy másként is lehet gondolni, hiszen éppen az a cím is, hogy egy titokzatos sziget jelenik meg előttünk. Na no, hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, like ha még jobban tetszett kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett arra kélek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt számon. számlaszámon. Hajrá Magyarország, hajrá magyar csodálatos, fantasztikus művészet, hiszen Csontvári legalább annyira jelentős festő, mint a legnagyobbak más országok legnagyobb festői, és a jó Isten áldjon meg mindenkit, különösen így karácsony második napján. Thank <music> you.